A karcagi nagykun református általános iskola osztályai a vírushelyzet miatt most külön-külön tartották farsangi mulatságaikat az iskola tornatermében a szülők jelenléte nélkül. Erre az alkalomra a diákok minden osztályban ötletes jelmezekbe öltöztek. Megjelentek népszerű rajz- és tévésorozatok szereplői, de voltak boszorkák, hercegnők és cicák is. Ez egy nagyon izgalmas alkalom a gyerekek életében, hiszen át lehet változni valamivé, és egy kicsit meseországba csöppenünk. Ezen a napon mindenki az lehet, ami csak akar. Volt itt ma csontváz, mini egér, és gyönyörű Elza, a hókirálynő, és robottá változó kamion, úgyhogy ilyenkor a gyerekek nagyon vidám délutánt élnek meg. Nagyon sokat dolgoztak rajta a szülők, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik, amit tettek a gyerekekért, és azért, hogy jól érezzék magukat ezen a délutánon. Nagyon sok saját készítésű jelmez van, persze olyan is, akik kölcsönzőből vették, de itt nem ez számít, hanem hogy valaki más bőrébe bújjunk, és egy jót mókázzunk. Mint Ferenci Péter Tamásné, az első B-osztály osztályfőnöke elmondta, minden alsós osztály egy-egy vidám táncot is betanult. Ez egy másik mutatványunk. Hát nem könnyű egy ilyen táncot összehozni, de ezt is igyekszünk, hogy jó móka legyen, és minél inkább viccesebb vagy a gyerekek személyiségéhez illő táncot próbáltunk megvalósítani, kitartó munkával, de azért remélem, hogy sikerült. Ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell, rajta hát Méri Poppins mondta, mosolyogni kell. Az első bések például egy-egy rövid verssel mutatták be ötletes jelmezeiket, Ferenci Péter Tamásné és Novák Éva tanítónők vezetésével. A tornateremben ezt követően vicces farsangi játékok várták a gyerekeket, akik ezt követően a tantermükben a szülők által sütött fánkokat, süteményeket jó étvággyal elfogyasztották. Jó móka után jól esik majd a finom fánk, és ezzel is nyomatékosítjuk majd ezt az elképzelést, hogy minél hamarabb legyen itt a jó idő és a tavasz.